Kijev belátogott május 9-én Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke a nap során megbeszélést tart majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A látogatás célja, hogy megerősítse az EU megingathatatlan támogatását, közölte hétfőn Erik Mammer. A brüsszeli testület szóvivője üdvözölte az ukrán elnök bejelentését, miszerint Ukrajnában a nyugati országokhoz hasonlóan május 9-én ezentúl az Európa napot fogják ünnepelni. Az ukrán kormány tavaly nyújtotta be csatlakozási kérelmét az EU-hoz, amely tagjelölt országgá nyilvánította Ukrajnát. Az Európai Bizottság értékelést fog kiadni arról, hogy Kijev végrehajtotta-e a szükséges strukturális reformokat a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez. A szóvivő hétfőn azt is megerősítette, hogy a brüsszeli testület már továbbította az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos új, immáron 11. javaslatát a tagállamok kormányainak. Erik Mammer nem közölt részleteket a csomaggal kapcsolatban, csak annyit mondott, hogy a javasolt intézkedések a korábban életbe léptetett szankciók végrehajtására fognak összpontosítani, valamint arra, hogyan kerüljék el a tagállamok a büntető intézkedések kijátszását. Az új csomag célja, hogy az Oroszországot érintő exporttilalom alá eső termékek ne kerülhessenek be az orosz hadigépezetbe, tette hozzá a szóvivő. Volodymyr Zelenszky törvényjavaslatot nyújtott be a legfelső tanácsnak, amely szerint Ukrajnában ezentúl a nácizmus felett aratott győzelem és emlékezés napját május 8-án ünneplik majd, május 9-e pedig Európa napjaként lesz számon tartva, jelentette ki az ukrán elnök hétfőn Kijevben a náci Németország II. Világháborús verességének 78. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen. Zelenszky ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna soha nem fogja elfelejteni az ukrán nép hozzájárulását a nácizmus felett aratott győzelemhez. A világ legtöbb országa május 8-án emlékezik meg a náci Németország felett aratott győzelemről. Ma aláírtam azt a rendeletet, amely előirányozza, hogy minden év május 9-én történelmi egységünket ünnepeljük, minden európai egységét, akik leverték a nácizmust és elnyomták a rasszizmust, tette hozzá Zelenszky. A parlament kész az indítvány gyorsított elfogadására. Az elmúlt nap során az orosz erők Ukrajna 10 régióját lőtték. A támadásokban 3 civil vesztette életét és 28-an sérültek meg. Az orosz erők 127 településre nyitottak tüzet különféle típusú fegyverekkel, köztük harckocsikkal, tüzérségi, illetve légvédelmi rendszerekkel, drónokkal és repülőgépekkel, valamint 139 infrastruktúrális létesítményt találtak el, számolt be az Ukrajinska Pravda hírportál az ukrán védelmi minisztériumra hivatkozva. Eközben az Ukrenergo ukrán áramszolgáltató vállalat arról tájékoztatott, hogy az orosz drónok éjszakai támadása nem okozott kárt a fő energetikai infrastruktúrában, de a frontvonal mentén végrehajtott orosz támadások és az orosz határmenti ukrán területek bombázása ismét károkat okozott a regionális energiavállalatoknál Donyeck, Harkiv, Herszon, Szumi és Csernyhív megyékben. Az ukrán Vöröskereszt sajtóközleményben tudatta, hogy a déli odesszai régió orosz ágyúzása következtében megsemmisült a Vöröskereszt humanitárius segélyeit tároló egyik raktár, ami miatt felfüggesztették a segélyosztást. A szomszédos Mikolajiv megyében a szervezet egy mobil kórháza is megrongálódott. Az orosz hatóságok 1679 embert, köztük 660 gyermeket telepítettek ki az ukrajnai Zaporizsja megyében található atomerőmű környékéről, Enerhodár városából. Az evakuáltak már a frontvonal közelében élők számára kialakított ideiglenes szállásokon vannak a zaporizsjai Berdyáncban, tudatta Jevgenyi Balicki, a megye megszállt területeinek élére kinevezett orosz kormányzó. Ukrajna attól tart, hogy az oroszok provokációra készülhetnek Európa legnagyobb atomlétesítmény ellen. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója is arra figyelmeztetett, hogy az atomerőmű környékén potenciálisan veszélyes a helyzet. Az orosz hatóságok nem csak az atomerőmű közvetlen környezetében rendelték el az evakuálást, úgy tudni 18 más településről is elszállítják az ott élőket, a kiürített helyeken pedig védelmi állásokat alakítanak ki a közelgő ukrajnai ellencsapásra készülve.
A munkácsi városvezetés május 8-án azonnali hatállyal ismételten elbocsátotta Sink Istvánt, a munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskola igazgatóját. Az erről szóló határozatot a tanintézmény hivatalos közösségi oldalán osztotta meg. A közlemény szerint az igazgatót annak ellenére menesztették, hogy a bíróság kimondta, jogtalan volt a januári menesztése. Mint írták, 3 hete a Munkácsi Városi Járási Bíróság azonnali hatállyal visszahelyezte posztjára Sink Istvánt, ám érdemi indoklás nélkül május 8-án ismét elbocsátották az intézményvezetőt, olvasható a közleményben.